hónapokkal ezelőtt ugye már bemutattuk az egyik oldala ennek a költségvetési javaslatnak, hát bevételi oldala, az Orbán Viktor árának a számszerűsítésével adódik, tehát részben ebből adódik. Én ennek a részleteibe most nem mennék bele, itt négy tételt különböztettünk meg. A haverok árát, a hiteltelenség árát, a hivalkodás árát és a gőgösség árát. Ezeket mind megpróbáltuk számszerűsíteni, nyilván módszertanilag ez egy meglehetősen nehézkes feladat, de minden esetre mi kísérletet tettünk arra, hogy megpróbáljuk ezt egy meglehetősen konzervatív becslés alapján számszerűsíteni. Így jött ki ez a 2898 milliárd forintos összeg Orbán Viktor árának első két éves kormányzás alatt. Ugye messze túlbecsüli a bevételi hatásokat ez a javaslat, ugye itt 1128 milliárd van, de mindegy, mondjuk, hogy 1100 milliárd. Hát én úgy ránézésre azt mondom, hogy ebből 500 milliárdnál nincs több bevétel. Tehát azért ez nagyjából megfeleződik a tényleges valóságban. Korrupció elleni harcból azonnal bevétel egy deka sincs. Tehát szóval csak példaként mondom. Tehát azért csinyán kell bánni ezekkel a dolgokkal. Én egyébként se hiszek abban, hogy a korrupció elleni harcból olyan nagyon egyáltalán lenne bevétel, de hogy egy éven belül nincs bevétel, a 100%. Mi nem gondoljuk azt, hogy ez mind megspórolható lett volna. Ennek csak egy részét lehetne egy új kormány hatalomra kerülésével megspórolni. Mi ezekkel számolnánk, a korrupció visszaszorításával, a bizalom javításával, a hivalkodás, tehát a felesleges beruházások visszaszorításával lehetne nagyjából egy olyan 500 milliárd forint körüli mozgásteret teremteni a költségvetésben. Minden politikai erő egyébként célul tűzi ki a korrupció elleni harcot, mert mindenki be is árazza. Varga Mihály még ellenzékből beárazta a kamatokat 300-400 milliárdra, egyelőre pluszba van, nem mínuszba. Tehát szóval ezzel nagyon vigyázni kell az ilyen típus. De én nem számoltam pluszba, szóval azért azt nem gondoltam, de minden esetre nem venném tekintetbe ezeket. Itt nagyjából 500 milliárd szedhető össze némi optimizmussal. Ennek következtében a túloldalon lévő ügyek így összességében biztos, hogy irreálisak. Vannak úgynevezett viselkedési hatások. Ugye az SZIA-val kapcsolatban az LMP-nek a markáns javaslata, hogy a 4 millió forint fölötti jövedelmeket 45%-os adókulcs terhelje. Bár mondtam, hogy nem kívánok itt saját politikai nézeteket propagálni, természetesen az nem, gondolom, senkit nem fog meglepni, hogy a progresszív adóval én is egyetértek, csak a kérdés az, hogy hol van ennek az optimális mértéke. És hát amikor a 4 millió forint, ami azért Magyarországon nem annyira kirívó jövedelem, megemeli az adókulcsokat mondjuk 45%-ra a bármelyik kormány, akkor természetesen, ez közgazdaságtan empíria, nem semmi pártpreferencia emögött nincsen, az empíria és az elmélet, hogy az adózók ennek hatására kevesebb jövedelmet fognak bevallani. A családi kedvezménye szöges ellentétben áll a véleményem. Úgy gondolom, hogy ez a magyar adórendszernek az egyik legjobb intézménye. Az a logika, ami azt mondja, hogy itt valójában egy perverz újraelosztás történik, ez a Ferge iskolától származik, úgy gondolom ez egy közgazdasági tévedés. Valójában itt egy költségleírás történik, és hát azt tud költséget leírni, ahogy egy vállalatnál is, ami egyébként nyereséges. Úgy gondolom, hogy a családi kedvezményt feltétlenül meg kell tartani, és a családi pótlékrendszerbe kell belenyúlni. A családi pótlékról azt mondja az LMP programja, hogy valamennyivel megemelni. Alapjában valószínűleg nagyon kis összeggel, ahogy figyeltem, talán egy 30 milliárd van erre elkülönítve. És most lehet, hogy sokan megütközéssel fogadják, amit mondani fogok. Úgy gondolom, hogy családi pótlékot két gyerekig kell adni, viszont kétszeresére kell emelni. Természetesen már a kifutók kapják, ahogy van eddig. Ez a Jobbik javaslatára hasonlít. De veszem a bátorságot, hogy ezt elmerem mondani, hogy ez ügyben azt gondolom, hogy pragmatikusnak kell lenni, mert a perverz újraelosztás mondása ez egy balliberális tév. Ami miatt ezekkel az óriási gondokkal, a mély szegénységgel, az általános rojtosodással, a felsőoktatás, az oktatás romló helyzetével, az egészségüggyel, stb. Nem tudunk megbirkózni.
Na most nézetem szerint erre az az alapvető válasz, hogy létrehoztunk egy olyan gazdasági szerkezetet, amelyik egyszerűen nem képes kitermelni azokat a javakat, amelyek szükségesek lennének egy méltányos, életképes gazdaság és társadalom fenntartásához. Ebben a gazdaságban felhasználva egy régi szleng kifejezést, nincs kakaó, nincs benne erő, és nincs benne növekedési potenciál. Tehát a legsúlyosabb esemény, ami az elmúlt években kialakult, az a növekedési potenciál szinte teljes mértékű elpárolgása. Ugyancsak arra is fel kell készülni, és ez egy fontos pozitívuma persze az LMP programjának, hogy évente frissíti és próbál lépést tartani, de hát ugye nem tudom, ki figyelte, ki nem figyelte, ma reggel ugye kijöttek az új GDP adatok, ami hát hogy is mondjam, még az elemzőket is kiábrándította. Hát nem, ugye az nem volt nagyon nagy meglepetés, hogy recesszióban maradt a gazdaság a harmadik negyedében. Az igazi negatív meglepetés az, hogy ez elsősorban nem az exporttól, tehát szó sincs arról, hogy itten a Németország problémái húznának minket. Itt a belső, a lakossági fogyasztás esett vissza 4%-kal. Ez egészen szürreális. Tehát csak annyit szeretném mondani, hogy olyan programot, vagy úgy tudni kell követni ugye az eseményeket, hogy na és mit fog csinálni, akármelyik párt, ha kormányra kerül, majd 2014-ben, amikor még rosszabb lesz az induló, a startvonal, mint ahogy az most kinéz, vagy legalábbis tegnap délután még kinézett. De lehet, hogy még a ma reggelinél is rosszabbul fog kinézni. Tehát egy ilyen futóvadlövészetet sajnos be kell iktatni a feladatlistában. A rendszerváltás hajnalán magáévá tett egy olyan gazdasági paradigmát, ami már most már teljesen világos, nem életképes. Németh György legjobb örömömre nagyon szépen felvázolta ezt a folyamatot a rendszerváltástól kezdve, és csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon jól elmondta, hogy volt ez a hármas liberalizáció, mint alaptétel az akkori elképzelésben, hogy ez a paradigma alapjában véve arról szól, hogy a külföldi tőke plusz az olcsó magyar munkaerő egyenlő a felzárkózással, kivált kép, ha ez a kombináció az exportorientált gazdaságnak a tevékenységét szolgálja. Nem jött be. Ez egy rossz paradigma. Ez olyannyira most már világos, hogy ez egy rossz paradigma, hogy nem kisebb személyiség, mint Ewald Novotný a múlt héten Helsinki-ben elmondta, hogy a külföldi tőkére alapozott közép-európai paradigma újra gombolásra szorul, mert nem hozza a várt eredményeket. Természetesen világos, hogy az országnak szüksége van tőkére, világos, hogy tőke nélkül nincs beruházás, és világos, hogy beruházások nélkül nincs munkahely teremtés.